Sziasztok! Mai videómban egy különleges kreatív kínáló tálcát fogunk készíteni Diával. Ez már a második része a raklapos barkács sorozatunknak. Az első részben egy két funkciós kerti bútort készítettünk, amit ide kattintva nézhettek meg. Ezt használhatjátok padként, vagy bárpultként. A mostani projektünket pedig kimondottan kezdő barkácsolóknak ajánljuk. Szóval vágjatok bele velünk! Szükségünk lesz néhány lécre, mi raklapmaradékot használunk. Festékre. A PPG Trilaknak a vastaglazúriát tík színben fogjuk felfesteni rá. Csiszolópapírra. És 1 méter kötélre. Először megszabadítottuk a léceinket a felesleges részektől, egy dekupír fűrésszel levágtuk róla ezeket a fém zsanérokat. Méretre vágtuk a léceket, 3 hosszabb és 2 rövidebb darabot készítettünk, amit így fogunk összeállítani. Utána pedig jöhet a csiszolás, az alapozás és a lazúrozás. A 2 rövidebb lécünk fogja összetartani a hosszabb darabokat, egyszerűen összefújjuk őket csavarozni. A szélére fúrunk 2-2 lyukat, ide kerülnek majd a kötél foggantyúk, hamarosan meglátjátok hogyan. De mindenek előtt kezdődjön a csiszolás, érdemes teljesen szálkamentesre előkészíteni a felületet, ezt megtehetitek csiszológéppel, ahogy mi is csináltuk, de egyszerű kézi csiszolópapírt is használhattok. A fa felület minden oldalát alaposan szépen csiszoljátok körbe. Amikor készen van a felületetek és olyan sejmes, akkor ki kell mérni, hogy hova kerül majd a 2 keresztlét, illetve a lukak helyét is határozzátok meg. Az 1 cm vastag kötelünkhöz 1 cm átmérőjű lukakat fúrtunk, a keresztléceket pedig egyszerűen rácsavaroztuk a hosszanti lécekre. Most pedig már kezdődhetett a festés. Festés előtt fontos, hogy alapozzunk, így sokkal tartósabb lesz a munkánk. Miután az alapozó rétegünk megszáradt, felvittük 2 rétegben ezt a gyönyörű tík színű lazúr festéket. A tálca elejét és hátulját is 2 rétegben befestettük. Amikor teljesen megszáradt, belefűztük a kötelet, és egy-egy csomót kötöttünk a végére. Amikor már tudjátok, hogy mekkora kötélre lesz majd szükségetek, akkor egyszerűen a vágás helyén egy szigetelő szalaggal tekerétek körbe, így nem fog majd széttekeredni a kötél, amikor ketté vágjátok. Fűzzétek át a lukakon, csomózzátok meg, és készen is vagytok a kínáló tálcátokkal. A konyhából a kerti partiba ezzel nagyon stílusosan, és könnyen lehet kiszállítani majd a hozzávalókat, finomságokat. Májusban indul a PPG Trilak kreatív műhelye, ahol különböző témájú workshopokon vehet részt, az egyiket én tartom. Ha bővebb információkat szeretnél erről tudni, látogass el a Trilak weboldalára, és ott minden részletet megtalálsz, azt is kideríthetett, hogy én melyik témát tartom. Remélem, hogy tetszett videóm, ha igen, feltétlenül jelezzétek egy lájkkal, és írjátok meg kommentben, hogy milyen raklapos ötletet készítsek még el. Dia csatornájára is feltétlen lessetek be, az infoboxban meghagyom a linkjét. Aki követ Snapchaten, már láthatta ezt, sőt minden további kulisszatitkot is, szóval keressetek meg ott is, Csorban itt a felhasználó név alatt találtok. Legközelebb is találkozunk, sziasztok, sziasztok. Szép kreatív napot!